estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsoron következik. Mai vendégünk Kovácsné Kerekes Katalin, közművelődési szakember. Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Kovácsné Kerekes Katalin közművelődési szakember, aki a közelmúltban Karcagváros kultúrájáért díjat vehetett át. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a televízió nézőket. Először is szívből gratulálunk a kitüntetéséhez, a díjához. Mikor volt egészen pontosan ez a díjátadó, és milyen alkalomból? Köszönöm szépen a gratulációt. A Magyar Kultúra Napja alkalmából volt. A Magyar Kultúra Napján adták át a városi kitüntetéseket, és ekkor kaptam meg én is, nagyon boldog voltam. Tudott-e arról előzetesen, hogy felterjesztették Önt erre a díjra? Illetve mit tudhatunk arról, hogy kik kaphatják meg ezt a díjat? Karcagváros kultúrájáért díjat az önkormányzat rendeletben szabályozza, és hogy kikaphatja meg ezt a díjat az önkormányzat rendeletben szabályozza, és óvodapedagógusok, általános iskolában tanítók, középiskolában tanítók, illetve a város kulturális életéért aktívan cselekvők kaphatják meg ezt a díjat. Nem tudtam róla, hogy felterjesztettek erre a díjra. Meglepetés volt számomra, de nagyon-nagyon örültem, mikor megtudtam. Nagyon szép volt az a díjátadó. Mit érzett akkor, amikor átvette ezt a díjat? Láttam, hogy ott volt a családja is ezen a díjátadón, és a kérdésem másik része az, hogy ők mit szóltak ehhez. Nagyon boldog voltam. Nagyon nagy boldogság járta át a szívemet, amikor fölmentem a színpadra, és a tapsból is azt éreztem, hogy nagyon-nagyon szeretnek, és ez a szeretet ez részemről is megvan az emberek, és a természetesen a családom felé is. Ők is ott voltak, sőt volt egy meglepetés is, hiszen a lányom vidéken él, és ő is hazajött, megszervezték a hazautazást, és nagyon boldogok voltak ők is, együtt örültünk, ez egy nagyon szép alkalom. Volt ünneplés utána? Nem. Mindenki szaladt haza, csak üdvözöltük egymást, megölelgettük egymást, és mindenki ment a saját otthonába. Ugye azt mondta, hogy ezt tanárok, tanítók, illetve közművelődési intézményben dolgozók kaphatják meg ezt a díjat. Ön most a Diriné Kulturális Központban dolgozik, ott közművelődési szakember. Menjünk vissza egy picit a kezdetekhez. Hol végezte az iskoláit? Én a Karcagi Kálvin út 9-es számú általános iskolába jártam annak idején, most ugye a Kovács Mihály általános iskola a neve. Ezt követően a Gábor Áron gimnáziumban érettségiztem, majd a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, illetve a Bessenyei György tanárképző főiskolán tanultam. Matematika-fizika szakos tanárként dolgoztam az Ádor úti általános iskolában több mint 2 évtizedet. Majd tovább képeztem magam, informatika tanár is lettem, és egy nagy fordulat jött az életembe 2007-ben, amikor átkerültem a Diriné Kulturális Központba, és onnastól kezdve azóta ott dolgozom. Elvégeztem azt az egyéves képzést, amivel diploma után közművelődési szakemberré válhattam, és azóta is töretlenül dolgozom, teszek a város kultúrájáért. Nagy-nagy kihívások is vannak a munkámban, az életemben, és nagyon sok sikerélmény, és nagyon szeretem. Úgy gondolom, megtaláltam a helyem. Érdekes érzés fog el, mikor a kulturális központ lépcsőjén lépkedek fölfelé, olyan otthon vagyok érzés. Tehát úgy érzem, hogy most vagyok a helyemen.
Ugye azt mondta, hogy pályája kezdetén matematika, fizika szakos tanár volt. Én arra vagyok kíváncsi, mert nekem ez egy ilyen távoli bolygó mind a kettő, hogy hogy kezdődött az, hogy ezek iránt, a tárgyak iránt érdeklődött, miért is lett matematika, fizika szakos tanár? Ragyogó matematika tanárom volt. Dr. Gáldezsőné, most Dr. Kenyeresné Zagyva Ágnes, és szeretve, tisztelve gondolok rá, általános iskolában ő volt, aki a matematikát megszerettette velem, illetve gimnáziumban Baja Sándorné Ida néni, az ő következetessége, szigorúsága vitt minket végig. Sokan felvételiztünk matematikából arról az évfolyamról, ahol ő tanított bennünket. Nagyon sok munka volt mögötte, de fantasztikus sikerek is értek bennünket. Valahogy így kezdődött, és a matematika mellé először a kémiát szerettem volna, de abban nem voltam olyan sikeres gimnáziumban, ezért a fizikát vittem tovább, és így alakult. A matematika volt a szerelmem, azért azt tudni kell. És milyen volt matematikát tanítani, hogy emlékszik vissza? Fantasztikus, nagyon jó volt. Az egyik tanítványom azt mondta sok évvel azután, miután elballagott már az iskolába, azt mondja, te voltál az egyetlen matek tanárom, aki szerelmes volt a tantárgyába. Én ezt valahogy így éltem meg. Nyilván volt kevésbé sikeres időszak is, meg mumus a matematika a gyerekeknek. Én igyekeztem megszerettetni vele őket. Hát több kövesebb sikerrel természetesen, nem volt zökkenőmentes, de szép emlék nekem a tanítással töltött két évtized az életemből. Azt mondta, hogy 2007-ben jött egy váltás az életében, akkor került át, illetve akkor kezdett el dolgozni a Dériné Kulturális Központban. Ott milyen feladatokat kapott, hogy indult az ottani munkája, hogy emlékszik vissza, ugye ez már lassan 12 éve volt. Igen, hát az első nagy feladatom, hogy az Éneklő Ifjúság kórus találkozót kellett a helyi rendezvényt megszerveznem, és ez volt egyfajta tanulás, előzetes forgatókönyvet, napi forgatókönyvet, terembe osztott, minden szükséges dokumentumot kitöltöttem, az nagy-nagy segítségre voltak természetesen a munkatársaim, hiszen ők már rutinos dolgozók voltak, és az ő iránymutatásuk alapján kezdtem el dolgozni, és rögtön jött egy nagy kihívás, márciusban kezdtem, és május 1-jére a Mesterségek Művészete napra egy több mint 4 órás néptáncos, népzenés produkciót kellett színpadra rendezni, sok-sok számomra ismeretlen együttest kellett fölhívni, összehangolni, megszervezni, és akkor született egy mondás, hogy azért írjuk a forgatókönyvet, hogy legyen mitől eltérni, percre pontosan, én a matematikás agyammal percre pontosan lebontott forgatókönyvet írtam, amit azóta tudok, hogy felesleges percre pontos forgatókönyvet írni, hiszen mindig adódhat valami, amire ott helyben kell reagálni, ott kell megoldani. Nagyon jó tanuló időszak volt ez nekem. Aztán a néptánc csoportok gardírozását kellett vinnem, illetve én mondtam is, hogy nagyon szívesen vállalok hagyományőrzéssel kapcsolatos feladatokat, illetve mivel előtte már több alkalommal vezettem városi rendezvényeket, március 15-ét konferáltam, mondtam, hogy a konferálást is nagyon szívesen elvállalom, és ennek nagyon örültek, hiszen ez erre nagyon rátermett alkalmas ember akkor nem volt az intézményben, és örömmel elvállaltam én, és örültek a többiek, hogy volt, aki elvállalta. Hát igen, mert azért az nem kis feladat, ugye tudjuk, hogy kiállni a közönség elé, megszólalni, jól beszélni, és kézben tartani egy műsornak a lebonyolítását gyakorlatilag. Honnan jött a néptánc szeretete? Ugye tudjuk, hogy néptánc csoportokkal foglalkozott, illetve őket gardírozta, lányai is néptáncoltak. Hú, ezt nem lehet visszakövetni, nem tudom. Ez valahogy úgy belül a szívemből. Nem tudom, én magam nem táncoltam sajnos soha, mert nem volt rá alkalmunk. Már úgy értem, hogy gyerekkoromban, mert felnőtt koromban már azért igen.
de nem voltak néptáncos foglalkozások, de nagyon örültem, hogy a Dérényi Kulturális Központban már egy közel 4 éve működő rendszerbe csatlakozhattam be. 2003-ban kezdődött a néptánc oktatás a Dérinében, és a 15 éves évfordulót majd egy nagy gálával ünnepeljük. Ez hiszen a 2003-as, 2004-es tanévben kezdődött, tehát a májusban lesz majd egy nagy gála, amire készülünk. A lányaim is bekapcsolódtak a foglalkozásokba, illetve az Iringó csoportnak az alakulása 2008-ban, annak is alapító tagja voltam, Nagyemese vezetésével működtünk több évig, most egy kicsit Csipke Rózsika álmát alussza a csoport, de bízom abban, hogy majd újra működni fog. De a Dérényi Kulturális Központban 4 korosztályban működnek csoportok, vannak toporgók, kopogók, az árendás és a pántlika, ami azt jelenti, hogy az óvodás korosztálytól egészen az ifjúsági korosztályig felöleli a gyerekeket ez a lehetőség, vagy ott nyújtunk a gyerekeknek lehetőséget, és ki is használják nagy-nagy örömet okozva a szülőknek, hozzátartozóknak, meg nekünk magunknak a fellépésekkel, meg a rendezvényekkel, csodálatos dolog. Ugye azt mondta, hogy gardírozza ezeket a csoportokat, akik ugye nem dolgoznak ott, azok nem nagyon tudják, hogy milyen feladatokat jelent egy csoport vagy csoportok elgardírozása a Dérinék keretein belül. Milyen feladatok vannak a néptánc csoportokkal kapcsolatban? Néptánc csoportokkal kapcsolatban folyamatosan kell kapcsolatot tartani a csoport vezetőivel, illetve az órákat lejelenteni, hogy milyen vagy mikor van foglalkozás, vagy ne adj Isten, mikor nincs. Most azért a közösségi média megkönnyítette az életünket. Évekkel ezelőtt, ha valami miatt elmaradt egy csoport, akkor az óvodákba csoport foglalkozása, óvodákba telefonáltunk körbe, hogy írjátok ki a fali újságra, nem lesz ma foglalkozás, aki hallja, adja át, szülőknek telefonáltunk. Most meg a közösségi médiában külön csoportok vannak, kiírjuk, értesítjük egymást az eseményekről, vagy ha valaki nem volt, nem tudja, lesz próba, azonnal választ kap a kérdésére, ez nagyban megkönnyíti a szervezés feladatait. Természetesen táncházak szervezése is a feladatok közé tartozik, illetve a néptáncos ruhák nyilvántartása, kölcsönzése, gyerekeknek kiadni, visszavenni, illetve nem csak a gyerekeknek, hanem a város más csoportjainak is szoktunk néptánc ruhákat kölcsönadni, különböző fellépésekre vagy megjelenésekre. Volt, hogy népdalénekelő versenyre adtunk például kölcsön ruhát, tehát annak a vezetése is az én feladatom. Ezen kívül a munkanaplók vezetése szintén, hiszen figyelemmel kell kísérni a csoportok működését. Ennek ugyanúgy, mint az iskolában van egy napló, itt egy szakkörű napló, egy munkanapló van, ahová a tagok, a jelenléti év, illetve a foglalkozások menete van beleírva, és akkor ezt nekem figyelemmel kell kísérnem. Illetve gondolom fellépések szervezésében is aktívan részt vesznek, hogy ne, figyelik persze, a lehetőségeket, így van. Illetve gondolom akkor pályázatok is részt vesznek, hiszen azért azt tudjuk, hogy egy néptáncruha elkészítése, megvásárlása nem olcsó dolog. Honnan tudják ezeket beszerezni, milyen módon? Igen, ez valóban így van. 2008 óta rendszeresen írunk pályázatokat. Javarészt azok inkább az elejében inkább a rendezvényekre, tehát táncházi alkalmak szervezésére vonatkoztak. Élőzenés táncházakra írtam sok-sok pályázatot, és valósítottunk meg rendszeresen évi 5-6 alkalommal ilyen rendezvényeket, de hál' Istennek sikerült olyan pályázatokhoz is csatlakoznunk, ahol néptáncruhára is, illetve technikai berendezések fejlesztésére, gondolatok itt aktív ládára, ami ugye a próbákon a zene szolgáltatást biztosítja, lehetett pályázni. Most legutóbb a Csúri Sándor pályázaton nyertünk
1.380.000 forintot, ami majd ruha vásárlásra, illetve aktív láda beszerzésére, valamint egy nagyon szép, nagyon ütős, hogy így fogalmazza, koreográfia betanulására fog lehetőséget adni. És azt hiszem, nem árulok el titkot, ha elmondom, hogy a bemutatás majd 2019 májusában történik, úgyhogy lázasan készülünk. Jubileumi alkalommal. Így van. Hogyan látja, milyen most a néptánc ruha készlete a Kulturális Központnak? Tehát elégedettek a jelenlegi... Természetesen mindig vágyunk újabb és újabb darabokra. Még mindig egy nagyon komplett műsor előállításához kell még kölcsön kérnünk más néptánc csoportoktól ruhát, de ebben is nagyon jó az együttműködésünk, hiszen régebben Kisújszállásról, most Tiszafüredről kapunk ruhákat, vagy Nagy Ivánról, ha úgy hozza ki a lépés. De elmondhatom, hogy példás összefogással valósult meg például a kalocsai ruháink, vagy ruhaállományunk megvaratása, hímeztetése. Nagyon jó volt, hogy a nagymamák is tűt ragadtak, és a mellénykéket, köténykéket hímezték. Olyan jó látni, kicsit meg is érintett most ez a gondolat, olyan jó látni a gyerekeken azokat a ruhákat, amelyeket a szülők segítségével készítettünk el. Illetve sajnos van olyan nagymama, aki már nem él, de a unoka mindig ragaszkodik hozzá, hogy csak azt a ruhát veszi föl, amit az ő nagymamája vart. Milyen szerepeket, illetve feladatokat lát még el a Dérinék Kulturális Központon kívül? Ugye azt tudjuk, hogy ön egy elég nyüzsgő személyiség, nem csak a munkájával foglalkozik. Most a családra gondolok? Nem a családra, hanem ugye azt tudjuk, hogy önkormányzati képviselő is volt. Igen, voltam. Ezekből a tevékenységekből mi az, amit még tovább folytat? Igen, önkormányzati képviselőként alkalmam nyílt testvérvárosi delegációk tagjaként, vagy testvérvárosi delegációk kíséretében részt venni, és így megismerkedtem több karcagi testvérvárosban élő emberrel, és a székelykeresztúri kapcsolatot folytatjuk tovább. Annak idején, mikor a Dérinébe kerültem, írtam egy levelet a testvérvárosok nyugdíjas klubjaiba, hiszen nyugdíjasokkal is foglalkozom a munkám során, és az Unitárius Nőszövetség válaszolt Székelykeresztúrról, és azóta egy nagyon élő kapcsolatot ápolunk. Évente egy alkalommal mi utazunk hozzájuk, évente egy alkalommal ők utaznak ide, és mindig úgy szervezzük, hogy egy baráti találkozó is beleférjen az ott töltött időbe, nem csak a gyönyörű székelyföldi tájakat látogatjuk meg, amikor megyünk, hanem alkalom van baráti beszélgetésekre, kapcsolatok ápolására, és örömmel mondhatom, hogy így már évtizedes kapcsolat alakult ki, hiszen 2008 óta végzem ezeket a feladatokat, örömmel, nagy-nagy örömmel, ez szabadidős tevékenység. Önkormányzati képviselő koromban is nagyon sokat foglalkoztam az emberekkel, meg sok mindenkivel beszélgettem, és ez a kapcsolat, ez megmaradt, hiszen igyekszem a nyugdíjas klub működtetésével kapcsolatban, illetve azzal párhuzamosan minél több kulturális eseményt szervezni. A tavalyi esztendőben például Munkácsi kiállításra szerveztem kisebb kirándulásokat, aztán voltunk a Szeúzó kincsek megtekintésén, most pedig nem titkolt tervem, hogy egy egynapos nagyváradi kirándulást szervezek, akár több alkalommal is, majd látjuk, hogy hány buszt sikerül megtöltenünk, hiszen Adi centenárium van, és mindenféleképpen szeretném egy kicsit Nagyváradot bejárni ebből az alkalomból, és egy profi idegenvezetővel természetesen megoldani ezt, hiszen itt van nagyon közel, és így úgy gondolom, hogy többen csatlakoznak majd ehhez a
programhoz is. És akkor most beszéljünk a családról, ha már az előbb szóba hozta, megemlítette. Mi az az elfoglaltság, amivel mostanság tölti a szabadidejét? Ha jól tudom, akkor nagyon elfoglalt, de egyre elfoglaltabb lesz a közeljövőben. Igen, igen, igen. Nagyon nagy boldogság ért bennünket. És akkor egy kicsit visszacsatolnék, hiszen amikor a néptáncos fellépések voltak, mind a két lányom táncolt, és volt egy olyan dal, hogy egy asszonynak két eladó lánya, és ezt egy kicsit úgy nekem is énekelték a színpadról, és örömmel mondhatom, hogy másik dalt kell választani, mert mind a két lányom elkelt, férjhez mentek, sőt unokáim is születtek már, két unokám van, és várjuk a harmadikat. Nagyon nagy boldogság, csoda, egy új életszakaszba léptem, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy ezt az ajándékot is megkaptam az élettől. Fantasztikus látni a gyerekek fejlődését. Marci unokám már harmadik esztendős, ő már nagyfiú, vele már ragyogó dolgokat lehet játszani, mondókázni, tanítgatok nekik különböző verseket, kis mesét olvasok nekik, vagy neki. Julcsika még kicsi, ő még két hónapos, úgy lesz hamarosan, ő vele még tényleg csak ilyen ringatós, babázós helyzetben vagyunk, nagyon-nagyon örülök, amikor együtt vagyunk, illetve májusra várjuk a harmadik unoka születését, úgyhogy egyre több a feladat, és egyre nagyobb kihívás összehangolni, hiszen mind a két lány más-más városban él, de örömmel teszem, és a legnagyobb boldogság, amikor összegyűlünk itthon. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, sok boldogságot, boldog babavárást kívánunk, és további jó munkát. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőim, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Tóth Barna intézményvezetőtől megtudtuk, tanulóik a nyitott bíróság program keretében a Karcagi Járásbíróság, a Karcagi Járási Ügyészség és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei ügyvédi kamara szakembereitől az ott folyó munkáról tájékozódhattak. Dr. Szalai Katalin a Karcagi Járásbíróság elnöke, Dr. Szabó István bíró és Deméné Dr. Demeter Judit bírósági titkár, a bírói és az igazságügyi alkalmazotti, Plesuné Dr. Farka Zsuzsanna, a Karcagi Járásügyészség ügyésze, az ügyészi, míg dr. Szabó Miklós és dr. Mihály László ügyvédek az ügyvédi hivatást mutatták be az iskola diákjainak. A Madarász Imre Egyesített Óvoda vezetője Gulyás Ferencné és munkatársai az óvodapedagógusi szakma szépségeiről beszéltek a diákoknak, majd saját intézményünkben folytatták a bemutatót. Iskolánk megrendezte az idei tanévben is ezt a bizonyos pályaorientációs napot. Két részre bontanám a rendezvényünket, itt több órában megváltoztatott csengetési renddel 8 órától 12 óráig vártuk most saját tanítványainkat erre az alkalomra. A gimnazistáknak is úgy gondolom, hogy színes programot sikerült összeállítani, és a szakgimnáziumi tanulóknak is. A gimnazistáknál vendégül láttuk Gulyás Ferencné vezetésével a Madarász Imre Egyesített Óvoda munkatársait, hogy bemutathassák intézményüket tanulóink számára, és vendégül láttuk Szalai Katalin bírónő elnökasszony vezetésével a Karcagi Járásbíróságnak a munkatársait, akik szinte mindenféle téren, tehát bíróként, ügyészként és ügyvédként is képviseltették magukat és igyekeztek megvilágítani ezt az érdekes világot. Az iskola vezetése mindig meghív erre a napra néhány volt tanítványt is. Most hárman jöttek el az egykori refisek közül. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Debreceni Egyetem hallgatói, valamint már a munkavilágából is érkezett egy pénzügyi szakember. Három volt tanítványunk is részese volt még egy-egy bemutató erejéig ennek a napnak. Ők orvosi egyetemistaként, a Nemzetvédelmi Egyetem hallgatójaként, illetve már munkában állva pénzügyi szakemberként jelentek meg nálunk.
Az iskolában 10-12 évfolyamig még van egészségügyi szakgimnáziumi képzés, rájuk is gondoltak az iskola vezetői, hozzájuk is érkeztek szakemberek. Őhozzájuk is vendégeket hívtunk, és a Karcagi Kátai Gábor kórházból érkezett Nagyné László Erzsébet főigazgatóasszony és kedves munkatársa. Másrésztről pedig a továbbtanulási lehetőségek kapcsán Szabó István igazgató úr, a szakképzési centrum Varró István szakgimnáziumából és szakközépiskolájából érkezett hozzánk, és mindemellett még egy kollégánk tartott nekik egy ilyen pályaválasztáshoz szükséges egyéb információkat tartalmazó blokkot. Először a munkavállalással kapcsolatos fontos gyakorlati információkról hallhattak, majd a Kátai Gábor Kórház főigazgatója, Nagyné László Erzsébet és munkatársai tartottak részletes tájékoztatót, végül a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István szakgimnáziuma igazgatója, Szabó István és kollégái vázolták a szakirányú továbbtanulási lehetőségeket, segítve a pályaorientációt az iskolában. Mindig el szoktam mondani, hogy a természettudományos képzése van most talán a legnagyobb igény nálunk, de a kimenetnél azt szoktuk tapasztalni, hogy nagyon színes a kép, tehát tulajdonképpen bármilyen irányba mennek tőlünk diákok, és mi ennek igazából nagyon örülünk. A gimnáziumi osztályunkban mi egy magas színvonalú alapképzést szeretnénk nyújtani, és még bizonyos tantárgyakból pedig emelt óraszámban megmutatni olyan dolgokat is, amit esetleg máshol nincs lehetőségük. A művészeti iskola tanárainak és diákjainak a műsora után dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, a Karcagi Sportegyesület elnöke gratulált a csapat és egyéni helyezetteknek, és megköszönte az edzők felkészítő pedagógusok munkáját is. Sportegyesület, de a város történetében is nagyon sok siker eredmény az, amivel dicsekedhetünk, hiszen 108 sportoló részére adtunk ma át ajándékba olyan pólót, ami felhívja a figyelmet arra, hogy az év eredményes karcagi sportolói. Az országos rangú számon tartott versenyeken az elsőtől a hatodik helyezésekig elért teljesítményeket ismertük ma el, és tényleg a legkülönbözőbb sportágokban, kézilabdában, kosárlabdában, sakkban, birkózásban, tájfutásban, karatéban, és még sorolhatnám, mindegyikben vannak emelkedő karcagi tehetségek. Ez mutatja azt, hogy a város is nagyon erős, és az a közösség is, aki segíti őket, hiszen 23 sportedzőt, testnevelőt, felkészítőt is díjaztunk, és a szülők, egyáltalán a karcagi befogadó közeg, a létesítmények dolgozói, az iskolák vezető is támogatják ezt a munkát, igazi csapatmunkáról beszélhetünk. Én szeretnék gratulálni mindenkinek, és bízom benne, hogy ez egy jó alap a 2019-es esztendő hasonló sikereihez. Változatos korosztályi összetétel volt, és ez mutatja azt is, hogy ki tudjuk használni a lehetőségeket, amelyek az elmúlt években megnyíltak. Tudjuk azt, hogy a sportcsarnokban felújítás történt, épült egy műves nagypálya, egy újabb műves kispálya, emellett egy kosárlabda liget a Nagyvénkertben, az erdélyi futópályát is sokan használják, de most már föl tudok menni a lombkorona sétányra, és az intézményekben is jó néhány fejlesztés volt, eszközbeszerzés. Hát ezen az úton kell tovább haladni, azért, hogy a megfelelő környezet, a megfelelő feltételrendszer az rendelkezésre álljon. A diák és felnőtt sportolóknak 2019-re is hasonló eredményeket kívánt, és mint elmondta, az Egyesület biztosítani fogja a sikeres versenyzéshez szükséges feltételeket, majd Dobos László polgármester átadta a 108 sportolónak és 23 felkészítőnek az idei palaszürke színű pólót. Minden évben gyakori azért, hogy közel a 100 versenyzőhöz érnek el karcagi sportolók, diákok olyan eredményt, amellyel kiérdemlik azt, hogy itt legyenek ezen az ünnepségen, amelyet igen 13 évvel ezelőtt kezdtünk, és hát remélem, hogy még nagyon-nagyon sokáig tudjuk folytatni, ami azt fogja jelenteni, hogy a jövőben is születnek olyan versenyzők, akik még esetleg nem is tudják, hogy majd valamikor ilyen
pólónak a boldog tulajdonosai lehetnek. Tehát én bízom abban, hogy a következő években is legalább ezt a 100, de akár több versenyzőt köszönhetjük majd, akik országos versenyeken kimagasló eredményt értek el. Nagyon fontos az, hogy egyrészt az utánpótlás nevelés, tehát hogy valóban egészen kisgyermekkortól el tudjuk kezdeni azt a felkészítést, amely lehetővé teszi azt, hogy mondjuk középiskolás korban vagy felnőtt korban kimagasló eredményeket érjenek el. De szükséges az is, hogy lássák azokat a példaképeket maguk előtt, akik ezt az utat már végigjárták, és bízom abban is, hogy az a kapcsolat is meg lesz majd a korosztályok között, ami egyébként most is megvan, és így az egészséges, hogy tudnak segíteni egymásnak, hiszen aki végigment egy úton, az tudja, hogy mik a nehézségei, hol kell jobban odafigyelni arra, hiszen ahogy mondtam, egy-egy pillanatban kell megmutatni azt a tehetséget, azt a szorgalmat, azt a rengeteg edzést, amelyet felhalmozott az izmaiban, a fejében azt a tudást. Egyes sportágban, amikor másodpercek döntenek arról, hogy valaki mondjuk országos bajnok lesz, vagy esetleg kiesik egy csoportmérkőzésen. Tehát nagyon nehéz ezt egyrészt feldolgozni, másrészt felkészülni erre, és ebben segíthetnek természetesen az idősebb versenyzők. Felhívjuk nézőink figyelmét arra, hogy a régi 10.000 forintos bankjegyek bevonásáról még nem hozott döntést a Magyar Nemzeti Bank. Ezért mind a régi, mind az új változata egyelőre korlátozások nélkül felhasználható a készpénzforgalomban. A régi 1.000 forintosokat viszont viszonylag rövid idő alatt kivonták a forgalomból, de postahivatalokban és bankfiókokban még bő 2,5 évig becserélik. A bankjegyeket kivonások után az MNB lakossági pénztáraiban még 20 évig díjmentesen beváltják azonos névértékű új fizetőeszközre, mennyiségi korlátozás nélkül. A 2018-as évről Rab János nyugalmazott őrnagy, ha az Egyesület elnöke tájékoztatta a megjelent tagokat. Mint elhangzott, a vezetőség folyamatosan figyelemmel kíséri a tagság szociális helyzetét, egészségi állapotát, és ha valami probléma van, igyekeznek segítséget nyújtani. A 129 fős Egyesület tagsága részt vett a városi rendezvényeken, más civil szervezetek eseményein. A létszámunk most nagyjából 130 fő körül stabilizálódott, jelenleg 129-en vagyunk, éppen annyian léptek ki az idén, illetve az elmúlt évben, mint ahányan beléptek, 6-6 fő, és hát bárki beléphet, bárki tagunk lehet, aki elfogadja az Egyesület alapszabályzatát, ez pedig semmi különös követelmény nem támaszt a kultúra, illetve a hagyomány ápolás, amit mi szeretnénk megvalósítani. Hagyományainknak megfelelően március 8-án az Egyesület nőtagjainkat köszöntöttük, április 30-án pacalt főzött tagságunk részére. Június 30-án részt vettek a 20. Birka Főző Fesztivál 10. Perzekutor főzőversenyén, ahol az első 3 helyezését hozták el pörkörtjeikkel. Az évadzáró rendezvényük novemberben ebéddel zárult az Egyesületek házában. Emellett egynapos kiránduláson voltak Szolnokon és Gyöngyösön, ha 4 naposon Győrrel és környékével ismerkedtek meg. Hát a 2018-as évünk egy kicsit katonásra lett profilozva, de ez elsősorban a kirándulásoknál mutatkozott meg. Először voltunk Szolnokon, megyeszékhely, ugye soha nem voltunk kirándulni Szolnokon. Régóta meg kiállítást néztük meg, egykori katasztrófavédelmi tisztekkel, egykori kollégák mutatták be ezt a kiállítást, majd a rövid nevén a KIEG-nek a szakkiállítását néztük meg, tehát ez is katonás téma, és ugye ha már Szolnokra mentünk, és eddig is ilyen egyenruhás témát néztünk, hát a reptárat nem lehetett kihagyni, ugye egész délután ott töltöttük a reptárba. Ez volt egy egynapos kirándulás júniusban, augusztusban, augusztus 15-én Gyöngyösön voltunk, itt egy egykori katonatárs, ottani egyesület elnök, egy alezredes úr kalauzolt bennünket egész nap végig, majd 4 napos kirándulásra szeptember 24-27-ig Győrbe mentünk, itt is maradtunk a hagyományoknál, egy ezredes úr vezetett bennünket végig, illetve a jelenlegi
12. Harabon a légvédelmi rakéta ezred panosnok helyettese mutatta be a laktanyát és Győr városát, tehát egészen biztos, hogy szakszerűen és stílszerűen lett bemutatva a város. Együttműködtek a Nagy Kunságért Civil Fórum Egyesülettel, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület karcagi szervezetével, a Mozgáskorlátozottak Jász-Nagykun Szolnok megyei egyesülete karcagi csoportjával és a Karcagi Nyugdíjas Barátok Egyesületével is. A honvédelem napján megkoszorúzták az egykori Hemófalán található emléktáblát, jó az együttműködésük a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság egyes toborzó és érdekvédelmi központ Szolnok munkatársaival, akik minden problémánkat igyekeznek a lehető legjobban, legkorrektebben megoldani, sorolta Rab János, aki szólt még az egyesület Rózsa Ferenc kertbarátkör tagozatáról is, ahol gondot jelent az idősödő kertészkedni szerető emberek mellé az utánpótlás kinevelése. Ez is feladat lesz 2019-ben. 46 éves egyesület vagyunk. A kezdetben ez szigorúan ehhez volt kötve, egy kizárólag egyenruhás, aktív, illetve nyugalmányú egyenruhás rendőr, tűzoltó, katona lehetett a tagja. Most már nem csak a családtagok, hanem bárki a város lakosságából, sőt vannak vidéki tagjaink is. Most fogunk fölvenni hamarosan egy olyan szemét, aki 1957-64-ig szolgált a karcagi laktanyába, és most Dél-Magyarországról úgy gondolta, hogy tagunk kíván lenni, és el is jön majd a rendezvényeinkre. Az értékelő után a jelenlévők elfogadták az idei tervet és a pénzügyi beszámolót. Ekkor zajlott ugyanis a téli szezonális ellenőrzés, megyénkben higiéniai hiányosságok és minőségi hiba miatt is szabtak ki bírságot. A december 1-től 31-ig tartó hagyományos téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés szinte minden az ünnepekhez kötődő termékre és ilyenkor kiemelt forgalmat bonyolító vállalkozásra kitért. Célja, hogy mind a készülődés időszakában, mind az ünnepek idején kizárólag biztonságos élelmiszerek kerülhessenek a lakosság kosarába, majd asztalára. A széleskörű szemle a pezsgőktől kezdve a szaloncukrokon, édességeken át, a hús és hal termékekig terjedt, beleértve a füstölt húsokat és a virsliket is. Ezen kívül szezonális zöldségek és gyümölcsök is bekerültek a szakemberek kosarába. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal munkatársai a fent említetteken túl további célzott ellenőrzéseket is végeztek. Ezek között említhető a kereskedelmi egységekben forgalmazott mák és mák töltelék, valamint dió és diótöltelék termékek érzékszervi és laboratóriumi vizsgálata. Emellett a karácsonyi vásárok forralt bor, pálinka és egyéb szeszes italok forgalmazó is fokozott figyelemre számíthattak. A Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivataltól megtudtuk, hogy a téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés során szűkebb hazánk területén összesen 154 ellenőrzésre került sor. A helyszínek között volt élelmiszerelőállító forgalmazóhely, vásárpiac és vendéglátóegység is. A feltárt szabálytalanságok miatt az ellenőrök két esetben szabtak ki bírságot, összesen 250 ezer forint értékben. Az ellenőrök mindkét esetben higiéniai hiányosságokat találtak, melyeknek előfordulási aránya az összes ellenőrzés 1,3%-a. Az élelmiszer előállító és forgalmazó létesítményekben a feltárt hiányosságok, illetve szabálytalanságok miatt figyelmeztetésre és tevékenység korlátozására nem került sor. A tavalyi időszak ellenőrzéseinek száma megközelíti a tavaly előttit, a kiszabott bírságok összege viszont nőtt. Élelmiszer ellenőrzések során 572 hazai és külföldi élelmiszertételt vizsgáltak a kormányhivatal munkatársai, melyek 1,4%-át 8 tételt kellett kivonni a forgalomból, összesen 25 kg mennyiségben lejárt fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési idő miatt. Az ellenőrzés alá vont élelmiszertételek között ez a probléma jellemzően a friss húsoknál, húskészítményeknél volt tapasztalható. A forgalomból kivonás az előző évhez képest emelkedett, 2018-ban 1,4%, 2017-ben pedig 0,4% volt. A szaloncukrok és más édességek, hal és halkészítmények, virsli termékek ellenőrzései esetében nem fordult elő szabálytalanság. A karácsonyi ünnepi vásárokon, rendezvényeken kitelepült vendégek,
vendéglátók és élelmiszert forgalmazók ellenőrzésének során szabálytalanságokat a kormányhivatal munkatársai nem tapasztaltak. A különböző vizsgálatok elvégzésére 14 mintát küldött a kormányhivatal a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumába. Ha az eddig elvégzett vizsgálatok alapján a vizsgált termékek megfelelőek, több elküldött minta vizsgálat azonban még folyamatban van, amikor kérdéseinkkel megkerestük a kormányhivatalt. A zöldség-gyümölcs termékek esetében a Szolnoki Járási Hivatal növény- és talajvédelmi osztály munkatársai 18 ellenőrzést végeztek. A vizsgálat alá vont 21 hazai és külföldi zöldség-gyümölcs tétel 10%-át kellett kivonni a forgalomból, összesen 23 kg mennyiségben, minőségi hiba miatt. A feltárt szabálytalanságok miatt az ellenőrök bírságot szabtak ki, összesen 83.764 forint értékben. A megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a fogyasztóvédelmi hatóság is ellenőrzéseket végzett tavaly decemberben. Ezek célpontjai az áruházláncok, boltok, piacok, utcai árusok, valamint internetes webshopok voltak. Emellett minden évben kiemelt figyelmet fordítanak a kereskedelmi forgalomban található kül- és beltéri díszvilágítási füzérek és karácsonyi elektromos dekorációs termékek ellenőrzésére is. Leggyakrabban árfeltüntetési problémákkal találkoztak a fogyasztóvédelem munkatársai, de előfordult fényfüzér forgalmazás feltételének, valamint hiteles mérlegnek a hiánya is, ezért 7 esetben szabtak ki bírságot. Megyénkben tovább emelkedett az influenza-szerű tünetekkel házi orvoshoz fordulók száma. A betegek 36%-a 15 éven aluli, 29%-a 15 és 34 év közötti, 27%-a 35 és 59 év közötti, és 8%-a 60 éven felüli volt. A Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriuma a megyénkből beküldött mintákból ezidáig influenza A vírust mutatott ki. Az influenza-szerű megbetegedések számának emelkedés emiatt látogatási tilalom van a Karcagi Kátai Gábor Kórház, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, valamint a Jászai-Kunszolnok megyei Hetényi Géza Kórház rendelőintézet valamennyi osztályára kiterjedően. Andor László Istvánnak, és nem is jön a számra, hiszen Andor Lászlónéként ismertem meg, még győrfisként is. Emberi Erőforrások miniszterének elismerő oklevelét vehettem most át, ehhez szeretnék én gratulálni. Én azt gondolom, hogy a tanév végén átvett pedagógus szolgálati emlékére, és ez tulajdonképpen egy kerek az ön pályafutásának a, nem mondanám, hogy lezárására, hiszen azért még azt kívánom, hogy nagyon sok-sok pedagógus éve legyen, de milyen érzések kavarognak most? Köszönöm szépen. Nagyon jól esett az elismerés, hiszen az alatt a 40 év alatt, amíg én a Györfi István általános iskolába tanítottam, illetve most már katolikus általános iskola, én nagyon sok tehetséges gyermeket neveltem, segítettem matematikából, fizikából, de nem csak a tehetséges gyerekeket, hanem akik arra szorultak, hogy felzárkóztassam és segítsem, ők velük is nagyon szívesen foglalkoztam. És hát azt hiszem, hogy ez pont az a két tantárgy, amit azért nem nagyon szeretnek a gyerekek, tehát a pedagóguson is sok múlik, hogy megszerettesse. Igen, pontosan így van. Én mindig azt mondtam, hogy az volt az eszmém, hogy jó érzéssel töltsük el a matematika órát. Gyerekek jó érzésekkel jöttek el. Sokszor volt humoros, de ha szükség volt, akkor természetesen a szigor is előjött. És akkor most hogyan telnek a napok? Hát december 16-a óta vagyok hivatalosan nyugdíjas. Addig ez még nagyon friss élmény. Addig felmentési időmet töltöttem, és most múlt hét hétfő óta újra dolgozom a katolikus általános iskolába. Julika néni visszahívott engem, vagyis Julika, hát nekem nem néni, csak a gyerekeknek. Julika visszahívott, hogy segítsek nekik, mert hát bizony sajnos nagy a pedagógus hiány mindenütt. Hát akkor azt gondolom, hogy nem lesz nehéz egy kicsit visszazökkenni, és én azt kívánom, hogy az unokára is jusson azért idő, hiszen tündérik is unoka van. Így van, pontosan. Nagyon jól esett az, amikor visszajöttem dolgozni, és a gyerekek szeretettel, örömmel fogadtak. Örömmel jönnek oda hozzám, kérnek segítséget, vagy megbeszélünk dolgokat, és ami nem utolsó sorban van, az unokám valóban így van, imádom, szeret itt lenni nálunk,
elég hosszú időt töltött el ebben az egy évben most itt nálunk, mert hát sajnos sokat volt beteg, de amikor itthon tud lenni, nyári szünetet majdnem végig itthon volt, a velünk töltötte, nagyon szeret itthon lenni, mi is nagyon szeretjük, amikor itthon van. Ők Budapesten élnek, tehát ezért nem mindennapos a találkozásunk. Jó egészséget kívánok Önnek, és még egyszer gratulálok mindkét elismeréshez. Köszönöm szépen. Csányi néni Nagy Juliannával beszélgetünk, aki két díjat is megkapott, hiszen kapott egy miniszter elismerő oklevelet és pedagógus szolgálati emlékérmet. Szeretnénk gratulálni Önnek. Szépen. Köszönöm. Mit szól most ehhez a díjhoz, hiszen azért 4 évtizede van a pályán. Azt gondolom, hogy sok-sok olyan élmény eszébe jutott most a díj átvétel, akkor amire nem is biztos, hogy gondolt volna máskor. Hát nagyon örülök neki. Köszönöm a iskola vezetésnek, hogy felterjesztettek, és tényleg sok minden eszembe jutott az elmúlt 40 évből. Hát leginkább, legszívesebben az énekkari munkára, meg a könyvtározásra emlékszem vissza. Nagyon-nagyon jó volt. Azt gondolom, hogy nagyon sokan hallhattuk az énekart, énekelni a kiskutosi énekart, sok városi rendezvényen, sőt, kiskutosi rendezvényen is mindig szépen énekeltek, és hát könyvtárosként meg azt gondolom, hogy a gyerekeknek a világszemléletét segítette egy kicsit. Igen, meg az volt az érdekes a könyvtáros munkában, hogy ott bent a könyvtárban egészen megváltoztak a gyerekek. Aki úgymond idézőjelben kezelhetetlen volt, bejött a könyvtárba, mint akit kicseréltek, úgy viselkedtek. És ez számomra akkor az nagyon-nagyon sokat jelentett. Én azt kívánom, hogy az unokákra is jusson sok-sok idő, és én jó erőt, egészséget kívánok Önnek. Köszönöm szépen! Februárban a Tiszafüreden élő kántor tanítvány Szűcs Imrének, a népművészet mesterének kiállítása lesz. Ő az, aki tökéletesen átvette Kossuth Díjas mesterétől az alföldi díszítő motívumokat. Ma Szűcs Imre az, aki hazánkban a legszebb miskakancsókat készíti. A művész tavaly volt 70 éves, erre az alkalomra összeállított vándor kiállítás érkezik a múzeumba. Szűcs Imre az, aki népművészet mestere lett, ugyanúgy, mint a mestere volt annak idején Kántor Sándor, és tökéletesen átvette ő is azokat a formákat, illetve díszítő motívumokat, illetve hát most elmondhatjuk, hogy Magyarországon jelen pillanatban ő az a fazekas, aki a legszebb miskakancsókat képes készíteni, még a lánya Judit is hasonlóan képes ilyen miskakancsókat készíteni. Tehát tulajdonképpen ma Magyarországon a magyar fazekasok között Imrét tekintjük a miskakancsó készítésének atyamestereként. A holokauszt emléknapja környékén a Varázslatos Izrael címmel nyílik majd fotókiállítás. Szűcs Imre kiállítás után nyílik majd egy kiállításunk a holokauszt emléknapja környékén. A Varázslatos Izraelről egy fotó, hiszen ez azért lesz izgalmas kiállítás, hiszen nagyon keveset tudunk Izraelről, az emberekről, a tájról, és azért kötődünk ezer szállal azért ugye a Szentföldhöz, hiszen a keresztény kultúra is onnan származik. A májusi Kovács Mihály emléknapokhoz kapcsolódóan most egyeztetnek egy történelmi kiállításról. Júniusban a Birkafőző Fesztiválhoz kapcsolódva Kabai László karcagi művésztanár pásztorkodással kapcsolatos fotóiból nyílik kiállítás. Júniusban Kabai László pásztorkodással kapcsolatos fotókiállítása lesz a Birkafőző versenyhez kapcsolódóan, tehát tulajdonképpen pont oda időzítjük, pont azért, hogy kint látják a végterméket, de itt a fotókon majd lehet látni, hogy milyen is a birka, és hogyan is gondozzák őket. A Nagykun kulturális napok keretében szeretnék a múzeumban Takács Győző képzőművész munkáit bemutatni, itt még egyeztetések vannak. A nagykunsági kulturális napok keretén belül szeretnénk Takács Győző, ő is 70 éves volt tavaly, képzőművész, mezőtúri képzőművész, Békés Csabán lakik,
az ő kiállítását szeretnénk megvalósítani. Ez még nem annyira biztos. Ami biztos, az az, hogy a tavaly Szolnokon a Damjanich János Múzeumban alföldi fehér hímzéseket bemutató kiállítást is elhozzák ősszel Karcagra. Tavaly Szolnokon a múzeumban alföldi fehér hímzéseket bemutató kiállítás nyílt, és ezt a kiállítást fogjuk elhozni ide a múzeumban. Ez egy szakmailag katalógussal elkészített nagyon jó kiállítás, és mi is partnerek voltunk ennek a létrehozásában. Tehát ez lesz egy jelentős kiállítás még, tehát két néprajzi kiállítás lesz. Ezt követően Hangyási Attila fotóiból is terveznek egy kiállítást, erről még egyeztetnek. A kiállítások tervezésénél a változatosságra törekednek a szakemberek, akik ebben az évben is tartanak múzeumpedagógiai foglalkozásokat gyerekeknek, és a múzeumok éjszakáját is szeretnék újra megrendezni. A múzeumpedagógia ma már ugye, tehát az élethosszig tartó tanulásnak a szlogenje alapján működő program, mert a múzeumpedagógia az ugye egyúttal nem csak a gyerekekre vonatkozik, hanem felnőttekre is, ugye az már múzeumandragógia, pontosabban csak ilyen szavakkal nem akarom terhelni a kedves látogatókat és névnézőket. Tehát tulajdonképpen ilyen előadásokat, illetve ilyen programokat szervezünk, tervezünk, hiszen szeretnénk jobban társadalmasítani a múzeumot, hiszen ez is egy feladatunk. Ma már ugye a múzeum ezért van az, hogy az a régi 19. századi kis gubóból kibontakozik sokkal jobban. És hát ugye a cél az, hogy egyrészt múzeumpedagógia, másrészt, hogy digitalizáljuk majd az anyagot, hogy interneten is elérhető legyen. És mindig a Birkafőző Fesztivál napjára esik a múzeumok éjszakája, és hát akkor ugye ismervén a Birkafőző Fesztivál rendezvényét, hát nem igazán célszerű szervezni ilyen programokat. Ha idén is úgy lesz, még nem, annyira nem figyeltem meg a naptárat természetesen, ha idén is úgy lesz, hogy nem együtt esik, nem egybeesik a dolog, hiszen 2017-ben ugye a múzeumok éjszakája alkalmából a miniszter úr pont itt tartotta a sajtótájékoztatót és a megnyitott, tehát ezért a Birkafőző Fesztiválon. Ha idén is úgy lesz, hogy lesz külön lesz a birkafőző, nem egy napra esnek, akkor természetesen szervezünk múzeumok éjszakáját. Én Cérén Gál Katalinnak szeretnék először is gratulálni a szép elismeréshez. Pedagógus szolgálati emlékérmet vehetett át az Emberi Erőforrások Miniszterétől. Nagyon meghatottan vett át ezt a díjat. Mit jelent ez az ön számára? Hát a 40 év kimondva is nagyon sok, átélve, meg szintén az. Végig lepergett előttem tulajdonképpen a kezdetektől mostanáig, amit én a gyermekek a nevelés-oktatás terén nyújtottam. Nagyon megható volt a szöveg, amivel engem köszöntöttek. Nagyon szívhez szóló, egy nagyon szép idézettel, ami teljesen kifejezte azt, ahogy én érzek, ahogy élek, és ahogy én a jövőben is szeretném még akár a munkában, vagy akár a családi életemben így folytatni az életem. Megható volt számomra, hogy az előbb a fia gratulált önnek, és itt hallottam, hogy azért is öröm volt, hogy el tudott jönni. Igen, nagy öröm volt, ő Németországban van kint, és megragadtuk az alkalmat, mivel itthon volt, hogy ezen a szép rendezvényen, ami tényleg város életében, meg az én életemben is egy nagyon nagy fordulópontnak is nevezhetem. Ritkán van itthon, és az is nagyon jó érzés volt, hogy egy kicsit belelátott azokba a kulturális rendezvényekbe, amelyek itt Karcagon korábbi években ő megtapasztalta, és Karcagnak ő már most ilyen régi patrióta híve. Én még egyszer gratulálok, és jó egészséget kívánok! Nagyon szépen köszönöm! Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!
25 vonulós tűzoltó jelölt közül kapta meg a díjat, melyet Kis Lajos tűzoltó őrnagy, a Jászhajkun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezetője alapította a megyei tűzoltó szövetséggel és a megyei polgári védelmi szövetséggel. Ez a díj teljesen meglepetés volt számomra. Kaptam egy értesítést, hogy a megyei igazgatóságra egy adott időpontra meg kell jelennem, és ott szembesültem végül is azzal, hogy ezt a díjat, ezt én kapom. Tűzoltó Szövetségtől és a megyei polgárvédelemtől is kaptam még kis díjat. Barta Mihály, aki 1998 óta dolgozik hivatásos tűzoltóként, azóta számtalan káresethez vonult, sokszor látott tragédiákat, de ő mindig tette a dolgát. 1998-ban munkahelyváltás előtt álltam, és lehetséges opcióként szerepelt a tűzoltó hivatás. Jó dolog más embereken segíteni. Mikor jöttem felvételezni, akkor szembesültem, hogy miket kell csinálni egy tűzoltónak, és úgy éreztem, hogy ez teljesen egyezik az én szemléletemmel. Hála Isten sikerült 98-ban a felvétel, elvégeztem az alapfokú iskolát, és azóta hivatásos tűzoltóként vagyok Karcagon, a B csoportba vonulós tűzoltó. Szerintem minden tűzoltó, sőt a minden szakmában mindenki emlékszik a nagyobb dolgokra. Tehát tűzoltó hivatásban én is emlékszek úgymond az első balesetre, amikor tényleg szembesült az ember a tragikus dolgokkal, akkor az első nagyobb tűzesetekre, de ez, az elsők azok megmaradtak bennem, meg a nagyobbak. Említhetném akár a Lovardának a tüzét, ahol szintén személyesen ott voltam, a Hortobágyi nagy tűzeseteket, amik akkor még rendszeresen a mentesítetlen bombatéren, szó szerint volt, hogy tőlünk 500 méterre még éles bombák robbantak fel tűzoltás közben. Balesetnél is sokszor tanálkoztam, kisebb, nagyobb balesetekkel, különféle időjárási körülmények között elég kifacsartan kellett néha mentenünk, volt, hogy szinte fejjel lefele egyikünk tartotta a másikat, és sérültek mentésénél is. Rengeteg különféle esettel találkoztam ez alatt a 20 év alatt. A tűzoltó hivatás rendre, fegyelemre, határozottságra tanította, apaként is erre törekszik otthon gyermekeivel. A tűzoltóság nekem rendszeretet, fegyelemtudatot adott, ugyanaz, mint a katonaság, tehát otthon is gyereknevelés szempontjából rend és fegyelem. Nejemmel is már úgy ismerkedtem meg, hogy tűzoltó voltam, a gyerekek azok pedig már szintén úgy születtek, hogy én már tűzoltó vagyok. Gyerekkorukban kicsiként is, most is szeretnek hozzám bejönni, nagy piros autóra beülni, felülni. Fiam nagyon kacérkodik a gondolattal, lányom ő inkább művészi pályára vágyik. Szerinte tűzoltónak csak az menjen, aki szeret másokon segíteni, nem csak szolgálatban, hanem szolgálaton kívül is. Rendkívüli ülést tartott a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete. A Városházán készült felvételeinket láthatják. Köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, valamennyi meghívott vendéget és a kedves televízió nézőket. A jelenléti alapján megállapítom, hogy 6 képviselő megjelent, távolmaradását bejelentette dr. Kanász Nagy László, Dobos László polgármester úr, Andrássy András képviselő, Lengyel János képviselő és dr. Kovács László képviselőtársunk. Az ülés határolatképes, azt megnyitom. Tisztelt képviselőtestület! Indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóval foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendi pontokat. Van-e valakinek valami további napirendi pont javaslata? Nem látok jelentkezést. Szavazásra teszem fel, aki elfogadja, azt kérem jelezze. Köszönöm, egyhangulag elfogadtuk. Tisztelt képviselőtestület! Napirend előtti kérdések feltevésére van lehetőség. Nincs kérdés. Rátérnénk, hogy a napirendek tárgyalására. Egy napirendi pontunk van. Üdvözlöm képviselőt, aki közben megérkezett. Javaslat kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás igénylésére. Tisztelt képviselőtestület! Lehetőségünk van egy támogatási alap igénylésére, amely összegszerűen 24.122.400 forint többlet támogatást jelentene. Szerintem mindenképpen jó lenne ezt a támogatást megigényelni. Ezzel kapcsolatosan van-e észrevétel kérdés? Pénzügybizottság elnökét kérdezem.
Köszönöm szépen a szót, tisztelt alpolgármester úr, tisztelt jegyző úr, képviselőtársak, kedves jelenlévők, tisztelt televízió nézők. Most a testületi ülés előtt ülésezett a Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság. A bizottság ülése határozatképes volt, ezt a napirendi pontot megtárgyaltuk, és azt a megállapítást tettük, miközben természetesen egyhangulag támogatta a bizottság javaslatot, hogy semmi nem indokolná ennek a többlet támogatásnak az igénylésének a nélkülözését vagy kihagyását, tehát nagyon fontos a önkormányzat számára ez a 24 millió 122 ezer, most nem tudom pontosan már a végét, összeg, úgyhogy a pénzügyi bizottság elfogadta, támogatta, és a testületnek is elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kérdés, hozzászólás van-e? Nincs, akkor szavazásra teszem fel, aki egyetértő, azt kérem jelezze. Köszönöm, egyhangulag elfogadtuk. Ezzel a napirend megtárgyalásának a végére is értünk. Tisztelt képviselő testület, bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2019. január 31-én csütörtökön 15 órakor kezdett el ülésedik a képviselő testület. Van-e valakinek javaslata erre az ülésre? Köszönöm szépen, nincs. Tisztelt képviselő testület, megköszönöm a képviselő testület tagjainak, meghívottaknak a megjelenését, aktivitását, és a kedves tévénézők figyelmét a mai testületülésbe zárom. Köszöntöm a képviselő testület megjelent tagjait, valamennyi meghívott vendéget és a kedves televízió nézőket. A jelenléti alapján megállapítom, hogy 6 képviselő megjelent, távolmaradását bejelentette dr. Kanász Nagy László, Dobos László polgármester úr, Andrássy András képviselő, Lengyel János képviselő és dr. Kovács László képviselőtársunk. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóval... Nagyné Varga Csilla óvodai pedagógusnak gratulálok a kultúrnév díjhoz. Azt gondolom, hogy sok olyan dolog elhangzott, aminek mi is részesei voltunk, hiszen ott voltunk ezeken a rendezvényeken. Mi a legfontosabb, ami most eszébe jutott? Hát a legfontosabb a hivatásom, ez az óvodapedagógus hivatás, ami nem szakma. Ez egy olyan pálya, ami minden nap megújulást igényel, nincs benne monotónia, a gyerekek szeretete az feltölt, de ugyanakkor a gyerekek is rengeteg szeretetet adnak, de kapnak is tőlünk, és ez a kölcsönös áramlás, ez szépé teszi ezt a pályát. És hát azért az utóbbi években a néptánc, az ének, tehát azt hiszem, hogy ezzel teljesedett ki. Igen, én a zenei pályafutásomat a Karcagi Arany János úti általános iskolában kezdtem, abból táplálkozom mai napig, amit ott tanultam. A zenei tanulmányaimat pedig a Karcagi Zeneiskolába, Koppány Marika néninél ott tanultam zongorázni, és ezek az alapok nekem nagyon nagy segítségül vannak. A zene az egyik olyan pillére az óvodai munkámnak, ami nagyon közel áll a lelkemhez, és innen jött az ötlet is, hogy ezt a zenei tehetségműhelyt, amit említettek itt, hogy vezetem a gyerekeknek. Itt azok a gyerekek járnak hozzám a csoportba, akik kiemelkedőek zenei téren. Egyéni megfigyelés alapján, vagy az óvodapedagógusok ajánlásával kerülnek oda hozzám a csoportba, és akkor heti egy alkalommal foglalkozom külön velük. Azt gondolom, hogy órákig tudna mesélni erről, hiszen úgy csillog a tekintet, amikor a gyerekekről beszélünk. Én azt kívánom, hogy még sok-sok alkalma legyen városi rendezvényeken is fölépni velük, és még hasonló szép sikereket kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Köszöntöm a képviselő testület megjelent tagjait, valamennyi meghívott vendéget és a kedves televízió nézőket. A jelenléti alapján megállapítom, hogy 6 képviselő megjelent, távolmaradását bejelentette dr. Kanász Nagy László, Dobos László polgármester úr, Andrássy András képviselő, Lengyel János képviselő és dr. Kovács László képviselőtársunk. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóval... Kedves nézőink, most pedig Háttér című magazin műsorunk külön kiadása következik, tartsanak velünk! Sikeresen pályázott a Karcagi Tankerületi Központ, ezáltal uniós forrásból felújíthatták és fejleszthették az Abátszalóki Kovács Mihály Általános Iskolát. Az elnyert támogatás közel 70 millió forint.
Ha az ingatlan felújítási munkálatainak elvégzése során elkészül többek között a tornaszoba kialakítása és felszerelése, az épület ERESZ csatornájának cseréje. Ha a fűtéskorszerűsítés egyében energiatakarékos kondenzációs kazánok kerülhettek az elavult gázkazánok helyére. Örömmel mondhatom azonban, hogy ez a fejlődés nem áll meg. Én nagyon örülök az iskola újabb fejlesztéseinek, és ahogy igazgató helyettes asszony elmondta, ehhez még kapcsolódik a városnak a pályázatai is, amely ugyan nem nagyon látszik, de az iskola tetejére, a tornaterem tetejére energetikai korszerűsítési pályázatból Kovács Sándor képviselő úr jó voltából fölkerült 300 négyzetméter napelem, ami azt jelenti, hogy csaknem a legoptimálisabb működés esetén csaknem a teljes iskola teljes energia, villamos energia igényét tudja biztosítani. Úgyhogy ez további is nagyon szimbolizálja azt, hogy micsoda együttműködés tud működni az önkormányzat, a tankerület és az intézmény hármas egységében. És ez a fejlődés nem áll meg, ugyanis épül a tanúszoda nem soká. Tudjuk, hogy évről évre, hogy kötelező az úszás oktatás is. Én nagyon örülök neki, testnevelőként pláne, úszás oktatóként is. És örömmel mondhatom, hogy tudjuk azt is, hogy csúszott ez a projekt. Megvannak annak a maga okai, de ez is itt lesz, és a miénk lesz, és a tankerületnek is a használatra válik, hiszen úgy tűnik, hogy olyan május környékén is, tehát ez év tavaszán átadásra kerül. Úgyhogy a terveket még nem tudjuk, de én nagyon bízom benne, hogy az idei úszásoktatást, az ezéri tanévben az úszásoktatást már ebben az Abátszalóki tanúszodában kezdhetjük meg. A diákok természettudományos érdeklődésének felkeltése céljából a természettudományos tárgyak oktatását segítő eszközpark kialakításához eszközbeszerzésre is megvalósulhatott. Aki bejön ebbe az iskolába, látja, hogy ugyan nem tegnap épült, de a mai napig modern, szép, gondozott iskola. Látszik, hogy ennek az iskolának gazdája van. Gazdája a pedagógus, az önkormányzat, és gazdája az a gyermek, aki ide jár. Szép ez az iskola. De mit ér egy szép iskola? Olyan, mint egy cukorkás doboz, egy bombonos doboz, amely csodálatos szép. Gyönyörű aranyozott felirattal, nagy is, fényes papírból, de nem ez számít. Hanem az számít, hogy belül mi van. És ez az iskola szép, de ami benne van, az még értékesebb. Értékesebb a tartalma. Az a szellem, az az értelem, az a munka, az a pedagógus, az a gyermek, amelyik ebben az iskolában dolgozik és tanul. Amikor a 8. osztályosokat ünnepeljük tavasszal, és az iskola bemutatkozik, az iskola diákjai, akkor aki messziről jött, vagy aki először látja ezeket a műsorokat, akkor az az első kérdés, és hol vannak a nem tehetséges diákok. Hiszen mindenki fellép, mindenki megmutatja magát ebben az iskolában, mindenki, minden diák tud valami pluszt, valami szépet. Versenyre kell a szép iskolával az értelmes, csillogó szemű diák. A beszerzett eszközöktől a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók esetében is nagyobb eredményeket várnak a pedagógusok, hiszen számukra még fontosabb az empatikus úton történő ismeretszerzés. Uniós forrásból újították fel részlegesen a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületeit. A karcagi tankerületi központ 150 millió forintot nyert a beruházásra.
Az ingatlanok fejlesztése során az A és B épület udvari és utcai bejárata megújult, a linoleummal borított tantermekben, tanári szobákban, annak kapcsolódó helyiségeiben és egy folyosó szakaszon burkolatcsere valósult meg. Az akadálymentesítés érdekében kialakításra került, a mozgássérült vizes blokk és beszerelésre került egy felvonó. Beszerzésre kerültek az iskolabútorok, szekrények, padok, székek, sport és interaktív oktatás segítő eszközök. A legjelentősebb fejlesztésen a tornaterem és kapcsolódó helyiségei estek át. Megvalósult a tornaterem padló burkolat cseréje, az épület kiszolgáló helységeinek elektromos hálózatainak korszerűsítése, vizes blokkok teljes felújítása, épületgépészeti korszerűsítés, nyilászárók cseréje, épület teljes energetikai korszerűsítése, homlokzati és lapos tető hőszigetelés, nyilászáró csere, fűtés korszerűsítés. Közel 60 millió forintos uniós támogatásból újulhatott meg a 125 éves Tomaj Monostorai általános iskola épülete. A támogatást a Karcagi Tankelet Központ nyerte, az EFOP kötőjel 4.1.3 kötőjel 17 az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulás segítő tereinek infrastruktúrális fejlesztése című konstrukció keretein belül. Befelé érződtek azok a fejlesztések, amelyek állami forrásból valósultak meg, Kléberberg intézet, a Karcagi Tankerületi Központ segítségével. Azt kell mondani, hogy olyan fejlesztések valósultak meg, amelyek az előző évtizedekben hiányoztak. Kunhegyesen, Abátszalókon és itt Tomaj Monostorán látszik azt, hogy az állam is jó gazda tud lenni,
figyel arra, hogy az oktatás fejlődjön, a 21. századi körülmények között tanulhassanak itt vidéken, Alföldön a gyerekek, és 21. századi körülmények között nőjenek fel, úgy, hogy meg tudjanak felelni az új kihívásoknak is. A beruházásra fordított összegből a több mint 125 éves múltra visszatekintő Tomaj Monostorai Általános Iskola felújítását végezték el. A korábbi elektromos hálózat már elavulttá vált, nem volt lehetséges annak terhelése, ezért az érintésvédelmi rendszer felújításával egyidejűleg a teljes hálózat cseréje elkészült. Az új hálózatnak köszönhetően a tartalékvilágítás is kiépítésre kerülhetett, melynek keretében a menekülési irányokat jelző kijárat mutató lámpatesteket is beépítették a szakemberek. Kialakították az informatikai és vagyonvédelmi rendszert. Elkészült a vizes blokkok felújítása, és a teljes épület tisztító festést kapott. Továbbá a korábbi olajlábazat helyére másfél méter magasságban lambéria burkolat került. A nevelői és igazgató iroda új laminált burkolatot kapott, és az iskolai bejárat fölé előtető épült. Az iskola udvari salakos futópálya helyett korszerű, rekordtám futópálya került megépítésre. Kiemelten fontos az iskolai környezet folyamatos fejlesztése, melynek eredményét láthatjuk a mai projektzáró ünnepségén. Az önkormányzat a mai napig óriási erőfeszítéssel támogatja a falu iskoláját. A tanulók utaztatásának a költségeit magára vállalja, pályázati forrásokból energetikai korszerűsítést valósított meg. Azzal, hogy az állami fenntartásba adtuk az intézményt, továbbra is biztosítottnak látjuk a működését, melynek záloga a jelenlegi fenntartóval való hatékony együttműködés. Köszönöm a karcagi tankerületi központ vezetőjének, Sági Istvánnak, és munkatársainak a projekt benyújtásában, megvalósulásában és közreműködésüket, hogy jó gazdaként gondoskodnak az intézményünkről. Megköszönöm a megvalósításban nagy szerepet vállaló kivitelező a Ladép Kft. Vezetőjének, Ladányi Jánosnak és az alkalmazottainak az elvégzett munkát. Köszönöm a diákoknak, a pedagógusoknak a türelmét, hogy kitartottak, a beruházás ideje alatt zökkenőmentesen végezték a munkájukat. Az iskolai munkavégzés és az oktatás magasabb színvonalú elérése érdekében bútorok, berendezési tárgyak, valamint eszközbeszerzés is realizálódott a projekt keretében. Tomaj Monostora egy kicsi település, de erős. Ha valaki idegen itt megy keresztül a településen, akkor azt látja, település központja szép, rendezett, az épületei jól karban tartottak. Ennek a településnek a tomajmonostoraiak jó gazdái. Azt látja, hogy egy szépen fejlődő, rendezett település. Így kellene az egész országban lenni, hiszen látjuk azt, amikor utazunk, hogy az ekkora települések inkább sorvadnak, visszafejlődnek, tele vannak panasszal, tele vannak kétségbeeséssel. Az ekkora települési iskolák nemhogy fejlődnek, nemhogy szépülnek, hanem sorvadnak, és a bezárás fenyegeti őket. Mert kevés a gyerek, kicsi a település, és azt mondják, nincs mit tenni. De van példa, van jó példa. Rá kell nézni Tomaj Monostorára, az általános iskola tele van élettel, ide nem csak a helyi gyerekek járnak, hanem a környező településekről is. Nagyon sokan választják egy pici falu kicsi iskoláját. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása a jövő heti viszontlátásra.